A nyári hónapok kiemelt időszakok a Magyar Vöröskereszt életében, ugyanis a megnövekedett számú balesetek miatt még több vérkészítményre van szükség, mint az év többi részében. Ilyenkor sem maradhat el a véradás, amit az év során többször is tart a szervezet Moson-Magyaróváron és környékén. A tapasztalatok azt mutatják, hogy a véradók a vakáció, a nyaralás és a pihenés mellett is fordítanak időt, hogy segítsenek embertársaikon. Két napos a véradásunk, a mai nap délután 5 óráig várjuk a véradókat, illetve a holnapi nap folyamán délután 1-től 6-ig. Igazából a mai napra 180 embert várunk, hát már közel 100-an vagyunk eddig. Holnapra egy kicsit kevesebbet, ugye az idő is rövidebb, de szerintem a tavalyi tapasztalat, illetve a tavaly előtti tapasztalat alapján is közel 300-an jöttek el, 260, 270, 80. Vért mindenki adhat, aki egészségesnek érzi magát, betöltötte a 18. életévét, a testsúlya minimum 50 kg, valamint a felső korhatárt eltörölték, tehát egészségügyi állapottól függően várják a 65 év felettieket is. A véradóknak rendelkezniük kell a regisztrációhoz szükséges igazolványokkal, adatokkal, valamint több dologra is érdemes odafigyelni a véradás előtt és után, különösen a nyári hőségben. A véradás előtt mindenképpen együnk és igyunk bőségesen. Nagyon fontos a folyadékpótlás, és semmiképpen ne végezzünk nehéz fizikai munkát, illetve ilyenkor azt szoktuk ajánlani a sportolóknak, hogy a napi kemény edzést is hagyják azért ki. A Magyar Vöröskereszt 1939 óta vesz részt a véradás szervezésben, ami éves szinten több mint 10 000 eseményt jelent, az Országos Vérellátó Szolgálattal közösen. A Vöröskereszt területi szervezete természetesen a továbbiakban is megszervezi véradásait. A www.véradás.hu oldalon lehetőség van kiválasztani a lakóhelyhez közeli települést, ahol pontos információk vannak a legközelebbi véradás helyszínéről és időpontjáról.